Vannak követelmények, viszont a közösség nagyon jó, és bátran ajánlom mindenkinek ezt az iskolát. Kürtös Andor vagyok, a 60-i Bajza József gimnázium tanulója. Azért jöttem el az intézménybe, mert a nyílt napon nagyon szimpatikus volt az intézmény. És azt kell mondanom, hogy a nyílt nap óta egyáltalán nem bánta meg a döntésemet. A diáktársaimmal és az osztálytársaimmal nagyon jól tennek a napok, sokat viccelődünk. A tanárokkal pedig nagyon gyorsan és nagyon gördülékenyen tudjuk megtanulni a tananyagot. Emellett én a diák önkormányzatban is szerepet vállalok, akikkel együtt a diákoknak a mindennapjait tesszük szebbé. Üdvözlöm Önöket! Deák Andrea vagyok, a 60-i Bajza József gimnázium intézményvezetője. Ebben a kis filmben szeretnénk Önöknek bemutatni az intézményünkben folyó nevelő-oktató munkát, szeretnénk Önökkel megismertetni azokat a programokat és egyéb tevékenységeket, melyek diákjainknak készülnek. Természetesen beszélnék a 2021-2022-es tanévben indítandó tanulmányi területeinkről is. Iskolánk, a 60-i Bajza József gimnázium 1927-ben nyitotta meg kapuit. Ez volt a térség első gimnáziumi érettségit adó iskolája. Az ekkor lefektetett erkölcsi iránymutatók a mai nap is érvényesek számunkra. Azonban nem csak a tradíciókra építünk, hanem szeretnénk új vívmányokat, új innovációkat is foganatosítani iskolánkban. A következő tanévben ismét 3-4 évfolyamos gimnáziumi osztályt és 1-6 évfolyamos gimnáziumi osztályt szeretnénk indítani. A kódok fényében a 0001-es kóddal a matematika-fizika tagozatot indítjuk. Ezen a tagozaton angol és német nyelvet tanulnak majd a gyerekek. A matematikát és a fizikát is természetesen emelt óraszámban tanulják csoportbontásban. Ugyanebben az osztályban kap helyet a 0002-es kódszámmal a biológia-kémia tagozat, ahol szintén emelt óraszámban tanulják ezeket a tantárgyakat csoportbontásban, és szintén angol és német nyelvet tanulnak idegen nyelvként. A B-jelű osztályban kap helyet az angol haladó tagozat, ahol második idegen nyelvként franciát tanulnak majd a gyerekek. Szintén a B-jelű osztályban német nyelvű haladó tagozatot is indítunk, ahol második idegen nyelvként angolt tanulnak majd a gyerekek. Mindkét csoportban 7-7 órában tanulják majd az idegen nyelvet. A harmadik C-jelű osztályunkban kap helyet a humán tagozat, ahol magyar nyelv és irodalmat és történelmet tanulnak emelt óraszámban tanulóink, második idegen nyelvként pedig a német nyelvet tanulják. Végül, de nem utolsó sorban, itt kap helyet az informatika tagozatunk is, ahol emelt óraszámban matematikát és informatikát tanulnak tanulóink, és második idegen nyelvként spanyolt tanulhatnak. A hatosztályos gimnáziumi képzésünkben, ahogy nevében is benne van, 6 éven keresztül készítjük fel a gyerekeket a főiskolai egyetemi tanulmányokra. A hatosztályos gimnáziumi képzés természetesen külön kódszámon fut, ez a 0007-es kódszám. Hatosztályos képzésünkben az angol nyelvet tanulják első nyelvként diákjaink, de német nyelvet szakkori formában ismertetünk meg velük. Természettudományos tantárgyakat és angol nyelvet tanulnak majd kiemelt óraszámban. Büszkék vagyunk arra, hogy a bajzás diákoknak 93%-a tanul tovább egyetemeken, ez az irányszám most már harmadik éve változatlanul ennyi. Arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy végzős diákjaink 80%-a rendelkezik legalább egy B2-es, azaz középfokú komplex nyelvvizsgával, és 20-25%-uk pedig felsőfokú C1-es komplex nyelvvizsgával. Rengeteg versenyeredményünk van. Csak egy párat engedjék meg, hogy kiemeljek ezek közül. Matematikából a Palotás versenyen, a Zrínyi versenyen, a Pangea matematikán vagy a Samsung versenyen egyaránt az országos első 10-ben szereplünk. Történelemből az OKTV, tehát az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első 10 helyezettjében minden évben van bajzás diákunk.
magyar irodalomból az országos TDK versenyen már harmadik éve hozzuk el az első három helyezést. Nyelvekből sem szűkölködünk az eredmények területén. A Langwest országos tanulmányi versenyen angol és német nyelvből közép- és felsőfok kategóriában is elhoztuk a tavalyi évben az első öt helyezést. Nagyon büszkék vagyunk gyermekeink eredményére. Történelemből említhetném még a Szavária versenyt, a Kezek összeérnek versenyt, de említhetném azt a fizika versenyt, amelyen tanulunk, tavaly a Diák Olimpián országos első helyezést ért el, és ezzel lehetőséget kapott arra, hogy a nemzetközi, vagyis európai Diák Olimpián megméresse magát. Természetesen most járványidőket élünk, tehát ezek a versenyek mind egy picit tolódnak, azonban azt gondolom, hogy előbb-utóbb, amikor megrendezik őket, sikerül majd elhoznunk itt is a rangos helyeket. A Mikola országos fizikaverseny első helyezéséről még nem beszéltem, ez egy friss eredmény, amit viszont sikerült megrendezni két héttel ezelőtt, ahol szintén az első helyet mi hoztuk el. Felvételi követelményeink a négy évfolyamos gimnáziumi képzésre a következők. 5., 6., 7. osztály évvégi és 8. osztály félévi tanulmányi eredmények, a központi felvételi vizsga, amelyet magyar nyelv és irodalomból és matematikából írnak majd a tanulók, illetve egyes szakokból szervezünk szóbeli vizsgát is, ezek a következők. A 0002-es kódszámon biológia, a 0003-as kódszámon angol nyelv, illetve a német haladó tagozatra szintén rendezünk szóbeli felvételi vizsgák. Amiben segíteni tudunk az, hogy angolból is és biológiából is diákakadémiai foglalkozásokat indítunk a tanulóknak, melyre történő jelentkezés weboldalunkon keresztül történik a www.balza.hu-n. A hatosztályos gimnáziumi képzésre szintén van központi felvételi vizsga, a beszámítós pontok pedig az 5. osztály évvégi és a 6. osztály félévi jegyek. A hatosztályos képzésre is szervezünk februárban, márciusban szóbeli elbeszélgetés, amelyen általános logikai feladatokat, szövegértési feladatokat kapnak a tanulók. Nem beszéltem még azokról a vívmányainkról, amelyek az elmúlt évekhez köthetők. Ma már ökoiskolának mondhatjuk magunkat, az Erasmus Plus pályázatnak köszönhetően. 2020 tavaszán kapta meg iskolánk az Energiatudatos Gimnázium címet. Már második éve működik nálunk a BME nyelvvizsgahely, ez azt jelenti, hogy tanulóinknak nem kell máshova elmenni nyelvvizsgát tenniük, mi magunk szervezzük meg nekik. Tehetségpont vagyunk és az MN Publications referencia helye. Ezen kívül most már második éve birtokoljuk a Boldog Iskola címet. Minden információt megtalálnak rólunk honlapunkon a www.balza.hu-n, Facebook oldalunkon, amelyet Bajza József Gimnáziumnak neveztünk el, illetve Instagram oldalunkon, amely Bajza60 néven fut. Bajza József szavaival szeretném a mai tájékoztatómat befejezni, az utat meg lehet ugyan mutatni, de menni mindenkinek magának kell. Bízunk benne, hogy minél többen válnak az önök gyermekei közül is bajzás diákká. Van egy történelem szaktanterme. Ezt a termet általában azok a diákok használják, akik humántagozatosak vagy történelemfaktosak. A humántagozatot azoknak a diákoknak ajánljuk, akik szeretik a történelmet, illetve a magyart, valamint ha a továbbtanuláshoz már tudják, hogy merre szeretnének tovább menni, szükséges a történelem vagy magyar emelt érettségi.
Az előző években megrendezésre került az Erasmus Plus program a Bajzában. 5 ország vett ezen részt, Svédország, Hollandia, Franciaország, Görögország és természetesen Magyarországon a Bajza. A barátkozáson és kultúrák megismerésén kívül a fő célunk az volt, hogy a Bajza megkapja az ökoiskola címet. 2019. márciusában a többi 4 ország látogatott el hozzánk a Bajzába, augusztusban pedig az én évfolyamon ment Svédországba, Linköpingbe. A mi iskolánkban lehet választani angol tagozatot is, ami azért jó, mert a tanulók emelt óra számban tanulhatják a nyelvet. Ez a terem a T2-es tanterem, a német tagozatosak töltik itt a legtöbb időt. Aki német tagozatra jön, azt alaposan felkészítik a német nyelvvizsgára. Azoknak ajánlom ezt a tagozatot, akik szeretnének Németországba utazni és németből nyelvvizsgázni. A diákok második idegen nyelvként tanulhatnak franciát, illetve spanyolt. Ez azért fontos, ugyanis a 4 év alatt 2 nyelvvizsgát is le tudnak tenni, ami pluszpontot jelenthet a tovább tanulásnál. A Bajzában lehetőség van informatika tagozatra jelentkezni is. Ezt elsősorban azoknak ajánlom, akik tudják, hogy informatikával szeretnének tovább tanulni, továbbá azoknak, akik érdeklődnek a számítógépek, illetve a programozás iránt. Szeretek ide járni, mert aktív a diák élet, szakképzettek a tanárok és érdekesek az órák. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Pölös Marton Zsófia vagyok, a Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógus. A Diák Önkormányzat a Bajza József gimnáziumban úgy működik, hogy osztályonként 2 tag jelentkezhet, de nálunk ez annyira népszerű, hogy osztályonként akár 4, 5 vagy 6 fő is jelentkezhet a Diák Önkormányzat munkájába. Nagyon sok munkával jár az egész, de hogy milyennel is pontosan, Fodor Maja fogja nektek elmondani, 12. B osztályos diákelnökünk. Mivel a Bajz József Gimnázium motorja a DÖK, ezért évközben nagyon-nagyon sok programot tartunk, ami a diák életet színesíti. Évelején a gólyákkal foglalkozunk, évközben az évszaknak megfelelő programokat tartunk. Évvégén megtartjuk a diák élet legfontosabb programját, a diáknapot. Ilyenkor a diákok egész nap programokon vesznek részt, tehát nincs tanítás. A DÖK-nek a legfontosabb tulajdonsága az, hogy összetartó, mivel enélkül egy csapat nem létezhet. Mindig is a matek volt a kedvencem, ezért jöttem erre a tagozatra. Úgy érzem, hogy innen kellően jó alapokkal tudok indulni a továbbtanulásra. Annak ajánlom ezt a tagozatot, akik a műszaki pályán szeretnének tovább tanulni. Ha szereted a természettudományos tantárgyakat, akkor a bioszkémia tökéletes választás számodra. Ezzel a későbbiekben rengeteg lehetőséged lesz, és az érettségihez is alapos felkészülést ad.
Én nagyon örülök, hogy ezt a tagozatot választottam, mert egy nagyon jó osztályom van, és aranyos segítőkész tanárokat kaptam. Mindenkinek szeretettel ajánlom. Szeretettel köszöntök mindenkit, Kis Judit vagyok, itt a Bajzában biológiát tanítok, alap és emelt szinten egyaránt. Az én feladatom most itt az, hogy pár szóban bemutassam az iskola által szervezett programokat, elsősorban az általános iskolásoknak. Iskolánk törekszik arra, hogy az általános iskolákkal jó kapcsolatot ápoljon, felkaroljuk az ott tanuló gyerekeket, illetve a szaktanár kollégákkal is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Több programot is szervezünk itt az iskolában, mind a pedagógus kollégáknak, mind pedig elsősorban a 7-es, 8-os gyerekeknek, hiszen őket várjuk ide a középiskolánkba. Egyik ilyen programunk, amit nagyon kedvelnek a 7-es, 8-os gyerekek, ez a Diák Akadémia. A Diák Akadémiára felvételiztetjük a gyerekeket, és a tehetséges gyerekeket várjuk egy adott tantárgyból. Én a saját tantárgyamról, a biológiáról tudok részletesebben beszélni, de természetesen több tantárgyból is indítunk Diák Akadémia felkészítőt, vagy inkább tehetséggondozásnak mondanám. Biológiából elsősorban tavaly és idén már a szóbeli felvételire készítettünk föl gyerekeket, illetve a laborgyakorlatokban szerezhettek jártasságot az ide jelentkező gyerekek. Más tantárgyakból nem feltétlenül ez a cél, valahol egész tanévben egy tehetséggondozás folyik. Hogy melyik tantárgyból mi a cél, az elérendő cél, azt az adott iskoláknak levél formájában kiküldjük, illetve meghirdetjük a honlapon is ezeket a diákakadémiákat. Idén ebben a válsághelyzetben sem hagyjuk magukra az iskolákat, idén online lesznek megszervezve ezek a diákakadémiai képzések. Itt is igyekszünk, minél alaposabb videófelvételeket készítünk, illetve élőben online is tartunk majd előadásokat. Én biológiából célom továbbra is a felkészítés a szóbeli felvételi vizsgára. A szóbeli felvételi nem elsősorban tantárgyi tudást kíváncsiak meg, hanem arra is kíváncsiak vagyunk, hogy milyen jó probléma megoldó képessége van a diáknak, milyen meglátása, milyen természettudományos ismeretei vannak, rálátása úgy általában a világra. A másik általános iskolásoknak szervezett programcsomagunk tulajdonképpen, ezek pedig az általános iskoláknak hirdetett versenyek. Itt nem minden tantárgyból, de főleg 7.-8.-osaknak indítjuk ezeket a versenyeket. Biológiából, pontosabban környezetvédelemből, a geoszféra versenyt idén is elindítjuk, csak idén megint csak online a vírushelyzetre való tekintettel. Továbbra is indulnak más tantárgyakból is versenyek, szintén online van lehetőségünk ezeket elindítani, de nagyon szeretnénk, hogyha továbbra is részt vennének ezek az általános iskolás diákok ezeken a versenyeken, mert azt gondolom, hogy jó nekik az, hogyha itt vannak bent az iskolában, kicsit megismerkednek az itt dolgozó kollégákkal, látják itt a diákokat, az itt folyó munkát, és meg hát tanulnak is az egyes versenyekre, az egyes fordulókra, és minden megtanult dolog azt gondolom, hogy meghozza a gyümölcsét. Szintén ezeket a versenyeket a honlapon meghirdetjük, illetve az iskoláknak pedig kiküldjük levél formájában. Hamarosan mennek ezek a levelek az általános iskolásokhoz is.
illetve továbbra is tartjuk a kapcsolatot az általános iskolás szaktanár kollégákkal, illetve intézményvezetőkkel is. Igyekszünk minél jobb kapcsolatot ápolni velük, műhely munkában együtt dolgozni, megbeszélni az aktuális problémáinkat, nehézségeinket, és hát együtt örülni utána a gyerekeknek a sikerének. Halló, tessék, Bajza Gimnázium! Jó napot kívánok, Veresnyék Alcsó Krisztina intézményvezető helyettes vagyok, miben segíthetek? Igen, elmondom, hogy milyen tagozatokat indítunk. Igazából a természettudomány iránt érdeklődőknek indítunk matematika, fizika, biológia, kémia és informatika tagozatot, akik pedig inkább humán beállítottságú diákok, számukra angol haladó tagozatot, német haladó tagozatot és humán tagozatot fogunk indítani. Igen, a 6 évfolyamos gimnázium osztályunk is elindul a most 6-osok számára. Őket szeretettel várjuk iskolánkban, de nagyon részletes tájékoztatót a bajza.hu weboldalunkon tudnak olvasni. Pluszpontok is járnak a továbbtanuláskor, csak azokért a versenyekért, amelyeket mi indítunk, és csak azon a tagozaton, amelyhez ez a verseny kapcsolódik. További információkat a honlapunkon találnak, és ennek a videónak a leírásában. Már most nagyon jól érzem magamat itt a Bajzában, most jöttem 9-be, de már most nagyon jól beilleszkedtem. A tanárok is kedvesek, és az órák is jók. Várunk titeket is a Bajzába. Sziasztok!